Az eredeti 2006 májusi rendelet szerint a 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a közel nulla energiaigény követelménynek. Vagyis az épület energiaigényét legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásnak kell biztosítania, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik, vagy a közelben került előállításra. Egy rendeletmódosításnak köszönhetően azonban kitolták a határidőt, így az épületnek csak a 2021. június 30-a utáni használatba vétel esetén kell megfelelnie ennek. Meghosszabbodik az építési és bontási engedély hatája. Korábban kérelem benyújtásával 1+1 évre lehetett meghosszabbítani a meglévő engedélyeket. Ehelyett most már 4 év áll rendelkezésre az építés megkezdéséhez, és további 6 év annak befejezésére. Vagyis egy ma megszerzett építési engedély teljes lezárása akár 10 évig is elhúzódhat. Ez azt is jelenti, hogy a meglévő szigetelési és energetikai elvárásokat valószínűleg hosszú ideig nem akarják tovább szigorítani. Emellett változott az építmények használatba vételére vonatkozó szabály is. A lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatba vételi engedéllyel, vagy használatba vétel tudomásul vétellel nem rendelkező építményeken csak tartószerkezetet vagy hasznos alapterületet érintő befejező építési munkák elvégzésére kell engedélyt kérni. Tehát ha már lejárt mindenen túl van egy építkezés, és nincs kész, nem készült el, és nem kapott engedélyt, és valaki be akarja fejezni, arra egy befejezésre irányuló engedélyt kell elvileg beszerezni, de ezt behatárolták, hogy alapvetően csak a tartószerkezetekre, vagy ha az épületnek a kubatúrája mégis változik, az alapterülete, akkor engedélyt kell kérni, de ezekre kell irányuljon. Egyéb munkákat egyébként el lehet végezni külön engedély nélkül is, ami az épületben aktuális. Ha az építmény nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel, vagy a fővállalkozó megszűnt, az építés lezáró nyilatkozatot építésügyi műszaki szakértő teheti meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az építészkamara nyilvántartása szerint mindössze 6 személy rendelkezik ilyen jogosultsággal. Módosulnak a beépítési szabályok is. A kormány még inkább elő kívánja segíteni a kertvárosias lakóövezetekben a lakóépületek építését. Ennek érdekében a kertvárosias zónákban növekszik a beépítési magassága az épületeknek, építmény magasság inkább így mondanám, illetve ami még fontosabb, növekedett a telek maximális beépíthetősége a jellemző 30%-ról, kertvárosi részeken családi ágazatban általában 30%-ban építhetők be a telket. Ez 35%-ra növeli a szabályozás, de ahogy eddig, úgy az önkormányzat egyedi módon továbbra is megállapíthat szigorúbb szabályokat ezeknél. Nem látom, hogy ez automatizmus lenne, hiszen minden településnek van településrendezési terve, illetve úgynevezett településrendezési eszközei, ami áll egy helyi építési szabályzatból, meg áll szabályzási tervből. Ezek ma a kertvárosi zónákban jellemzően 30%-ot tartalmaznak. Ezek ellenére, vagy ezek módosítását megelőzően nem hiszem, hogy élni lehet ezzel a 35%-kal. Ez ad egy mozgásteret minden településnek. Kiterjesztették az egyszerű bejelentést is. Ez a családi házak esetében 2 éve már működik. A módosítás következtében építhetővé válik a 6 lakást meg nem haladó, de legfeljebb 1000 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület is. Vagyis a több hónapos engedélyeztetés lerövidül 15 napra, ha minden papír és terv rendben van. Az említett változások január 1-én léptek életbe.